Lánszky Reggő országos főépítészeti államtitkára vendégem. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Nagy vihart kavart az úgynevezett kastélytörvény a sajtóban, ugye, amely kilátásba helyezi védett történelmi épületeknek a privatizációját. Mielőtt belekezdenénk ebbe, hány darab kastély van? Tudja-e bárki azt, hogy hány darab kastély van összesen Magyarországon, abból hány van állami tulajdonban, magánban? Van-e erről bármilyen információ? Abszolút, természetesen. Hát ugye ez folyamatosan korábban is megvoltak a kimutatások, és most is. Azt lehet tudni, hogy a 45 előtti időszakban, hogy mennyi kastélyunk volt, és ahhoz képest százalékosan mennyi tűnt el 1990-ig. Itt egy nagyon érdekes adatot tudnék mondani, csak hogy a folyó adatokat emeljük ki, hogy 90-ig, az előtte lévő 30 évben a jegyzett műemléki kastélyállománynak a 27%-a eltűnt. Tehát olyan műszaki állapotba került, amitől egy hatalmas állagromlás lett, és ki kellett vezetni. Majd az ezt követő most az elmúlt 34 évben további kastélyok és műemlékek tűntek el. Úgyhogy a kastélytörvénynek egyébként az egyik fő pontja az az volt, hogy mentsük meg a kastélyainkat, és hogy olyan kézbe kerüljenek, akiknek van tőkereje, és van hozzá szakmaisága is, hogy ezeket megmentse, és hosszú távon felújítható állapotban, vagy fenntartható állapotban maradjon. De csak még egyet, igen. Itt azért ugye nem csak kastélytörvényről beszélünk, hanem több törvény is van. Itt a minisztériumban egy állami beruházási törvényt is elfogadtunk, illetve hát aminek én azt gondolom, hogy nagyon aktualitása lehet, ez, hogy tegnap elfogadásra került a magyar építészetről szóló törvény, ahol a műemlékeket maximálisan előtérbe helyeztük, úgyhogy én azt gondolom, hogy erről is érdemes beszélni. Megvizsgálják azt, hogy az, aki szeretne egy ilyen kastélyt megvásárolni, mondhatjuk ezt megvásárlásnak, annak valóban van-e hozzá szakmai feltétele, van-e elég pénze ahhoz, hogy jól tudja működtetni? Természetesen. Tehát ugye ennek a kiíráskor egy nagyon pontos csomagot kell leadni a jelentkezőnek, arról, hogy tőkeerőse az, hogy ez a következő 10 és 30 évben, hogy a 10 év az, amire egy felújítási programot kell leadnia, a 30 év pedig, amely folyamatos fenntartási programot kell leadnia, hogy ez képes-e megvalósítani. Enélkül senkihez nem kerül semmilyen kastély, és azért azt óvatosan mondanám, hogy ezek nem ingyenes kastélyátadások, hát ennek bármelyik felújított kastélyt is nézzük, ennek olyan komoly kiadási vonatkozásai vannak, tehát olyan terhei, hogy azért, hogyha ezt valaki ingyenes osztogatásnak titulálja, az csak politikai színről értékelhető, de egyébként azt gondolom, hogy valójában nem, tehát hogy ezek komoly terhek. Mit alapvetően kire számítanak? Tehát lehetséges, vagy elképzelhető-e például az, hogy részben vagy egészben állami tulajdonú cég jelentkezzen be mondjuk egy vagy két kastélyt? Mondok egy példát önnek, mondjuk a MOL, aki egy tőkeerős cég, ő bejelentkezik, hogy ő szeretne egy kastélyt. Ugye mi koncepciónk az volt, hogy ezek az épületek, ezek bár ugye korábban nem állami tulajdonban voltak, aztán valamiért ugye a múlt századnak a közepén az államhoz kerültek, akkor az volt az ígéret, hogy ez mindenki lesz, látogatható lesz, és az állam egy jó gazda lesz. Ugye ezt látjuk, hogy ez nem így történt pontosan. És az, hogyha ez magántőke, itt képes lesz ezeket fenntartani úgy, hogy közben a köz számára abszolút nyitott állapotban. 300 napig nyitva kell lennie. Hát például a parkokat abszolút. Tehát, hogyha ez nyitva tartja, akkor ugye itt a köz számára újra meg tudjuk nyitni. És akkor itt jön a lényege, nem az a célunk, hogy az állam folyamatosan, mint eddig is, évről évre nagyon komoly pénzeket tegyen bele. Hát pont az a lényege, hogy bevonjuk a magántőkét, így azok a nagy cégek, akiknek egyébként van annyi profitjuk, vagy van annyi tartalékuk, és a jövőben is várhatóan lesz, akkor őket úgymond kényszerítsük rá, hogy vállaljanak felelősséget a magyar kastélyok ügyében. Ez egyfajta újkori mecenatúrának is lehet mondani. Nem csak a sportot kell támogatni, hanem azt gondolom, hogy a épített örökségünket is. Megteheti-e azt ez a bizonyos privatizáló, hogy átalakítja a profilját, mondjuk kastélyszállót csinál belőle, vagy konferencia helyiséget, amit aztán a saját kénye kedvére használ? Ugye ezekben a kastélyok nagy részében közgyűjtemények vannak, és kiállítások. Ugyanúgy, mint ahogy a szerkesztő úr jelezte, hogy 300 napig a parkoknak nyitva kell lenni, és ingyenesen látogathatónak. Ez is egy komoly feltétel, hogy minden, ami gyűjtemény, ezt bemutathatónak kell tartani, és elérhetőnek kell tartani.
minden olyan további részben, ami jelenleg nincs hasznosítva egy kastélyban, ott természetesen olyan funkciót kell találni, amitől az egész profitábilissá válik, vagy legalábbis nem olyan nagy kiadások jelentkeznek majd egy kastélynál. Mire számítanak 10 év múlva, hogy a magyar kastély állománya mi fog történni ennek a törvénynek a hatására? Nagyon szorosan összefügg a kastélytörvény, vagy ahogy elhíresült kastélytörvény, és a tegnap életbe lépett magyar építészeti törvény. Azért is, hiszen, és erre muszáj mondatot mondjak, hogy az elmúlt 20-30-40 évben ugye minden építés arra ment, hogy zöldmezős területeken kezdtek építkezni. Olcsóbb, könnyebb, és a meglévő épületállománnyal nem foglalkozott senki. Jóval sokkal drágább ezeket felújítani. A városokban is rengeteg műemlékünk van, 15 ezer műemlék van, aminek a jelentős része romos és rossz állapotban van, és nincs szándék felújítani. 45 ezer helyi védett épületünk van, és az egész szellem, egész törvények szellemisége arra irányul, hogy ami érték, azt tartsuk meg, és ennek egy része, kiemelt része, egy ilyen szimbolikus része maga a kastélyok, és ott is az a célunk, hogy ez ilyen 10-15 éven belül ugyanúgy a kastélyok, és ugyanúgy, mint az előbb említett teljes műemléki állomány felújításra kerül. És ebben nagyon fontosnak látom, hogy én azt gondolom, hogy történelmi tettet tettünk a tavalyi évben, amikor is a magyar építészetről szóló törvényt sikerült elfogadtatni, hiszen az elmúlt 100 év gondolkodását változtattuk meg, és most indítottuk el az egész épített környezetünket azon az úton, ami korábban volt, és megfelelő eleganciát képviselt Magyarországon. Az építészeti törvény részleteiben mindenképpen szerintem várom vissza önt ide a stúdióba. Ezzel örömmel. Alaposabban meg tudjuk beszélni. Lánszky Regő, köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen.